Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni. A gondolatait középen látjuk, itt felül és alul. Ő áll a középpontban, figyeli az eseményeket. Ő hoz döntéseket, különösen ami a halakat, illetve az anyagiakat illeti. Az anyagiak összefüggésben állnak a munkával, a hivatással is, és itt fontos döntéseket fog hozni. Amit a halak még jelenthetnek, a belső értékek, hogy ő odafigyel hozzád, lehet, hogy lesz anyagi segítség, de azt is jelenti a kép, hogy értékel téged, viszont vannak elvárásai is. Szeretné azt, ha ő is megkapná a megbecsülést, ha te is értékelnéd őt. Az érzelmeit itt bal oldalon látjuk. A kasza az jelentheti azt, hogy valami olyan hirtelen történik, és lesznek változások. A kígyó itt jelenti a gyógyító erőt, a megújulásokat, de lehet egy hölgy is. A két kártya együtt azt jelenti, hogy ő lezárja ezt a kapcsolatot, szakítani fog ezzel a hölgyel. És akkor a virágcsokor rád utal, hogy ő szépnek tart téged, lesz egy kellemes meglepetés, vagy megajándékoz téged. Mit fog tenni, az itt jobb oldalon látható. Ez a levél útban van hozzád. De nem csak a levél, ez a hír, hanem ő is útban van hozzád, hiszen találkozni akar veled. Ti együtt döntéseket fogtok hozni, hiszen elgondolkoztok majd közösen azon, hogy hogyan tovább, milyen irányba. Ez a hír, ez a találkozás, ez a döntés szerencsét hoz, hiszen a csillagok a szerencsére utalnak. És most megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák, ami őt illet. Itt a sarló van hasonló a kasszához, hogy lesznek meglepetések, és hogy ő lezár valamit, például ezt a kapcsolatot ezzel a nővel. Mit jelentenek a halak, az anyagiak, a munka, vagy az értékek? Újra a halak jelennek meg, tehát ez egy fontos téma, ő rendezi az anyagiakat, döntéseket hoz, ami a munkát illeti, segíteni akar neked anyagilag, vagy lesz egy ajánlat, ami a munkádat illeti, de a halak jelentik a belső értékeket is, hogy ő közeledik hozzád, mert te értékes vagy számára. És ez a kassa. A szív jelenti a szerelmet kettőtök között. De eddig voltak még akadályok, vagy sebzett emlékek, vagy lehet, hogy ez a nő beleavatkozott a dolgaitokba. Az is lehet, hogy nála még volt ez a párkapcsolat. Most lezárja ezt a kapcsolatot, mert szeretne veled együtt boldog lenni, ezt a szerelmet élni. A virágcsokor. A virágcsokor jelenti a szépségedet, a kreatív tevékenységet, vagy egy szép környezetet, és a medve jelenti az erőt. Ez erőt ad számodra, meg számára, hiszen ő is segíteni akar neked, erősít téged. Mit jelent a kígyó? A
A hold jelenti az anyukát, vagy az anyai érzelmeket. Lehet, hogy az anyukájáról van szó, aki eddig beleavatkozott a dolgokba, vagy az is lehet, hogy itt az ex-nőről van szó, és ő egy anyuka, hogy van közös gyermek. Persze, a hold jelentheti az álmait, a vágyait, az elképzeléseit is, hogy élni akarja veled ezt a párkapcsolatot, a szerelmet, de ehhez le kell zárnia egy bizonyos kapcsolatot. A levél az egerek el tudnak valamit távolítani, hiszen ott, ahol megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az nincs ott. Lehet, hogy eddig hiányzott ez a hír, ez a levél, vagy egy szerződés, de most változik a helyzet, hiszen útban van hozzád. Az egerek azt is jelenthetik itt, hogy ő lezárta a kapcsolatot a kígyóval, tehát az egerek eltávolították ezt a nőt, és erről beszámol neked. Az utak. Útban van hozzád, lesz köztetek kommunikáció, jó kedv, nevetés. És a csillagok. Újra megjelennek a csillagok, tehát nagy szerencse lesz, nagyobb változások. Az ő jelenlegi helyzete. Itt még vannak viták ezzel a nővel. És a te jelenlegi helyzeted. Megvan a gyógyító erő, és egy stabil helyzet, ahol le tudtok gyökerezni. És ez volt az aktuális szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!